Szépek azok a csillagok. Sziasztok, én Simi vagyok, és ez nem más itt, mint a Magyarásók szervere. Egy pár bemutató rész az elejére, aztán következhet is a rendes videó, amit elterveztem nektek. Már én nem terveztem el, de majd közben eltervezem. Először is a szokatlan rész, hogy itt egy ilyen kommandok, ami általában nem szokott szurvivál-szervereken lenni. Ez azért kell, mivel egy kicsit még labilis a szerver, mivel folyamatosan lépkedünk le. Szia, Luki! Ezért beraktunk egy ilyen manual save command blokkot. Ezt akkor nyomjuk meg, hogyha itt járunk, hogy elmentse a mapot, ahol éppen tartunk, mert már rengeteg dolgot csináltunk, és már rengetegszer kellett előről kezdenünk. Most éppen úgy látszik, Steve is videózik, bár persze, hogy videózik, megbeszéltük, hogy videózik. Na, akkor mutatom is, hogy mik vannak először. Ugye itt vagyunk, most négyen, eleve 5-6-an szoktunk lenni. Nos, hát egy kicsit kockák vagyunk, így már rengeteg cuccot összegyűjtöttünk. Majd mutatom, hogy mik vannak. Ezek a mindenesek. Aztán itt lesz a kajás, ez is mindenes, úgy látszik, van már mindenféle lóarmal. Lovak is vannak. Na ez azért mennyi vas, te jó égen, itt még nem is láttam. Na, fasza. Itt vannak a fák, amiket kivágtunk, sőt szerintem még jóval több is van, csak nem pakolták ki. Megmutatom, hogy honnan lett kivágva. Nos, hát konkrétan innen lett kivágva. Ez volt az a hatalmas nagy jungle, aminek a tetején ott álltunk fönn és leugrottunk abba a vízbe. Nos, ezt így két nap alatt én és a többiek, hoppá, bazd meg, eltakarítottuk. Hát azért még vannak itt pár kisebb maradványok, de szerintem egész szép lesz. Itt lesz egy hatalmas kastély, amit megbeszéltünk közösen. I love Steve, úristen! És ez lesz az első projektünk, mármint a hajó után. Ott egy hajó, azt megnézzük. Ez gyors volt. Ezt azt hiszem Luki építette. Ez egy aranyhajó, úgy látszik. Jó sok aranya van. Igen, ő az aranyfüggő. Megmondtam. Aha, már van nekik répa. Vagy hogy nekünk. Én egész nap nem voltam, de ők igen. És mindenki muhaházik. Szétnézzünk lent is. Hát itt még egyelőre úgy látom, nincsen semmi különös. De lejj, itt egy farkas. Hát, azért van itt pár dolog, amiről én lemaradtam, de majd én is becsatlakozok, majd már becsatlakoztam. Ma holnap is függeni fogok. Bőven. Bár nekem inkább este van időm, de menjünk innen. Hát még annyira nem jó ránézni azokat a csüngőbigyuszokat, akik nem vágták le, mondjuk én. Majd az is le lesz vágva, aztán hamar el fog tűnni, meg majd itt ezt is a sok indától megszabadítjuk. Neki egy helyben áll. No, pár parancs azért be van rakva. Például a per kappan. Nem. Ez. Per spawn, ez itt a spawn. Ezt muszáj volt megcsinálni, mert az elején mindenki eltévedt, meg a TP a parancs. Így tudunk TP-zni egymásra, hogyha mégis egyszer-kétszer messze kerülnénk egymástól. Ezt én engedélyeztem, úgyhogy ez maradhat is. Bár hogyha más gondolja így, akkor talán elfogadom. Elfogadjuk. Na szóval majd mesélek az emberekről is. Itt van egy ilyen kisebb fajta farm, krumplival és minden, akkor már találtak, úgy tűnik, falut. Meg ugye itt egy átjáró. Átnézhetünk, hogyha akarjátok, én akarok. Érdekes, itt vagyunk teljesen lent. Aha, tag volt egy faluban, onnan van nekünk répánk. Itt akkor visszamegyünk. Nekem még nem sikerült nagyon bányásznom, mert eddig fát vágtam. Na, itt vannak a tagok. Jó van akkor.
azt elmegy. Na szóval, itt van Steve, ő éppen most csinál videót, majd azt hiszem, itt van Lucky, ő csinálta azt a hajót ott. Ő szerzett, vagyis hát közösen szereztünk két lovat. Akkor még nem így néztek ki, hanem így, ilyen barna foldosak voltak, nem tudom, hogy miért cseréltek helyet. Csak nyergünk van még egy darab, én úgy tudom. Hajott. Ez hajót. Na szóval, ő Lucky, ő nem videózik, ő épít inkább, meg függ egész nap. Ő Steve, ő videózik. Ja nem, ő Supernet. Hova lesz Steve, tök mindegy. Supernet ugye ő ismeretes a ti körétekben. Ő interjúholta meg, azt hiszem először Good Like-ot. De előtte minket, ha-ha-ha. Ő is videózik. Bár most talán nem. Meg ugye fent van még Marci. Marci nem tudom, hogy hol van. Ja, itt van pont. Ő a szerver tulajdonosa, majd ő bérli konkrétan a szervert, ő intéz minden plugin-t, meg mindent. Ő is barátunk régóta, és ő is videózik. Neki volt fent az első videója, majd itt be lesz linkelve valahol. Aztán még van Ábi, ugye tagék, akik most nem tudom merre járnak, de nem tudom, hogy mi lesz velük, majd lesznek. Úgyhogy egyelőre ennyi, ahol tartunk. Most az lesz, hogy elmegyek és szétnézek a környékem egy lóval. Aztán majd közben találkozunk veletek. Találkozok veletek. Muhaha. Visszanézve egyelőre még sivár kopásság és famaradékok mindenütt. Azonban ez nem sokáig marad így. Mert elmegyek és akkor messzebb lesz a táj, nem igaz? Úgy majd rendbe rakjuk. Előbb-utóbb, majd ha építünk közben, majd a tereprendezést is figyelembe vesszük. Egyelőre szerintem lesimítjuk a talajt és elkezdjük házakkal teletenni. Szétnézek pár helyen, mert kíváncsi vagyok, hogy mi is van itt a közelben. Meg ugye nektek is az mégis jobb, mint hogyha csak egy tájat láttok. De itt a dzsungelben lóval elég merész menni. Főleg, hogy így esteledik, de azért én bevállalós vagyok. Szerencsére van már az összes állatból, még csirke talán nincs, de az is lehet, hogy van. Tehát van tehén, van disznóhúsunk, van bárány is bőséggel. Szerencsére, ahogy láttátok, a hajón is a zárbóc, az nem tudom hány 64-es pakból lett összerakva. Ó, havas bajom. Az jó. Hoppá, hoppá. Pazi, pazi, oda figyelj. De jó néz ez ki. Ja, és még a perbek parancs bent van, amit nem nagyon szerettem. És nem is nagyon használjuk. Nem szeretem, hogy bent van, mivel az meg ledobott a paci. Mert így túl egyszerű lesz visszajutni, de majd megoldjuk, hogy ki legyen véve. Hú, van nálam csont. Nézzük, van-e szerencsém. Mondjuk. Hát ez gyors volt. Akkor gyere tovább velem. Na már van egy kiskutyusunk is. Na megyek, azt keresek valami értelmeset is. Muhahaha, tök. Gyere, paci, kiszedjük. Aztán még menjünk tovább, mert ezen kívül semmi érdekeset nem találtam. Még jó, hogy lehet lovon keresztül bányászni. Vagy mi. Úgy érzem, elég lesz egy kis darab. Nem szerintem le az egészet, úgy is lehet termeszteni. Ujjajajajajajaj. De majdnem beestem. Na most menjünk és keresek egy falut, mert falura van szükségem. Aztán majd visszajövök. Vagyis, hogy jelentkezek, de már megint itt van egy dzsungel, amire most nincs szükségem. És lovak! Rengeteg ló van amúgy. Ami jó, csak nem kell most már.
régen ritkább volt, mikor még berakták. Hogy kell aranyalmát csinálni? No, de szupernet. A pacika nem tudott vízbe ugrani. Ó, másik irány. Mi? Ó, Istenem, menj oda. Paci, oda. Oda, arra, arra, arra. Ügyes vagy. Fúj, takony. Na itt hát, ha. Na, ha a szemem nem csal, ez nem egy falu. Úgyhogy megyünk is tovább, nem érdekel. Miután belenéztünk és kifosztottuk. Kifosztottam. És beleugorjuk úgy, mint Herbie csinálta. És utána rájött, hogy ez csapda. Megteszem. Na jó, most már nem. Hoppá, beleugrottam. Ó, ez csapda. Na, a csont az kell. Jó, ezt nem visszük el. Ezt igen. Ezt pedig mindet elvisszük. Na, végre beleszállok a közös kasszába. Majd vassal. Megviszek TNT-t is nekik. Jó lesz az elhasználni, elvileg tud az egyik. Tud az egyik, mi az egyik? Tud. Tud Marci csinálni egy ilyen. Egy ilyen. Na, miért nem jutok szóhoz, gyerekek, úgy izgulok. Hogy már a lovam, Istenem, ne legyél már ilyen önálló. Önálló. Értitek? Önálló. Másik irány elbe. Király. Na, szóval falu kell nekem. Tök mindegy, hogy sivatagi vagy nem, de sivatagban szerintem csak sivatagi falu van. Szóval tud valami TNT-s trükköt, hogy ne fogjon el a TNT. De majd, ha oda jutunk, megmutatom. Hát ez se egy falu, de amint ott látjátok, kikucskál onnan egy... és nem sivatagi, csongál templom. Teló itt maradsz, remélem Teló. Én nagyon jó szóvicceket tudok a lovakkal, úgy tűnik. Én remélem, még nem fosztottak ki egyik barátunk se, de most bemegyek. Csak hogy ők lássák, hogy én már jártam itt. De úgy tűnik, hogy nem, mert sötét van. Na, azt mondja. Mi a másikat kellett volna? Vagy tök mindegy. Felvettem. Ez úgy is kell. Na, ilyek is kellenek, sőt... spúr leszek, és még ezt is elviszem. Haha. Hát ez is több, mint a semmi, de nem erre van szükségem. Attól még elviszem ezeket. Restonnal együtt, bár otthon sok van. Ez kell, mint kell, igen, gyertek a papához. Restulna barátunk, most ide egy kicsit berongálok. De majd ezt visszarakom. Csak hogy Ábi ne akadjon ki, hogy ilyen rongálok, és hogy nem bannolnak. Ja, és a szerveren vannak ilyen alapszabályok, hogy egyes fajta nagy van, hogy azt mondja, mindjárt mondom, ha eszembe jut. Úgy van, hogy... pedig ki kellett volna nyílni. Hogy rombolásért 2 napban, káromkodásért és veszekedésért pedig 1. Na és így. Na így már jobb. Most akkor ez kell. Nem, ezzel visszatoltam. Ez itt semmi. Na és most? Aha, bent vagyok. Ú, ez kell a gyerekeknek. Saddle. Na, ennek örülni fognak a srácok.
Úgyhogy ezt most így gyorsan le is bontom, aztán húzok haza hozzájuk. A falut úgy tűnik nem fogok találni. Többieket is kérdeztem, ők is vándoroltak, nem tudom mennyit, 10 000 blokkot, és azt mondták, hogy sehol nem találtak. Úgyhogy én se fogom itt keresgélni a semmibe, megyek hazafelé. Ez már nem kell. Ja, majdnem vissza akartam tolni ezékkel. Pisztonokkal. Hát azt ott nem fedem vissza, hogy már tudják végleg, hogy jártam itt. Ó, közben kinappalodott. És ha minden igaz, nekem arra kell hazamennem. Paciló megvárt. Akkor gyere is, hazaviszlek téged is. Na, akkor ez egy sikeres körút volt. Nem megyünk a mély vízbe, mert a paci nem bírja a mély vizet. Felmegyünk itt, felmegyünk itt, felmegyünk itt, felmegyünk itt, felmegyünk itt, felmegyünk itt. Nem megyünk fel itt, gyerekek, én úgy döntöttem, arrébb megyünk. Na, nézzünk egy ilyet. Közben arrébb jöttem, nem tudom mennyivel arra kell mennünk. Egy picit, hogy az X legyen 100-on. És itt elsüllyedünk, reméljük nem. Az X-nek kell 100-on lenni. Vagyis hát 150 körül. 100 és 150 körül. De miért fordul meg a ló, hogyha arra beállítom, mert erre akar kijönni? És a Z-nek pedig kell lennie 300-on pluszba, úgyhogy most itt megyek egy jó pár ideig. De legalább már haza tudok menni. Legközelebb nem hozok lovat, mert ló nélkül már otthon tudnék lenni. Na mindegy, ez most hanyagolható szerintem. Egyszer hazajutunk, aztán már csak rövidebb távokra kell elvinni a lovat. Ne sérülj ló, ügyes ló. Mégis kellemes vele menni, sőt, ha még lesz itt a Minecraft zenéje is. De ne arra menj, te paci. Aztán ideje lesz már nekem is beruháznom egy vasszetre, amit most összeszedtem vasból, abból bőven ki fog jönni. Aztán indulhat a banzájt. Most ez egy ilyen körvideó volt, hogy mutogattam ezt, azt beszéltem erről, arról, voltunk sok helyen. Aztán a következőben szerintem már nem is a kész, de már a elkezdett várat láthatjátok. Sőt, láthatjátok szerintem a kezdését is valamelyikünktől. Szerintem én fogom venni valahogy, valameddig. Egy keveset beleveszek. Na ez már az a síkság, ahol már tartottunk. Na, még hazajutunk, vagy valami, addig beszélek nektek egy kicsit, mert úgyis van most miről beszélnem. Ó, még itt is vannak lovak, azt nem hiszem el. Mindegy, otthon is van már, vagy 8 szerintem. Aranygrépával lehet őket termeszteni, és az már van nekik. Nekünk. Na, a ló kukija bassza meg az ég. Hát itt át kell mennünk. Hát akkor paci, ugorjunk el valameddig. Aztán innentől tollak. Jó gazdi vagyok. Nem hoztam el a nyergét, vagy mi a cucc az. De arra menjél már, amerre tollak te. Arra van szabad föld. Arra szabadság. Nézd, fordulj meg. Ügyes paci legyél. Na jó, szerintem ezt nektek nem kell végignéznetek, jó? Majd jelentkezek a végén. Így pár másodperc múlva. Egy. Csak sikerült hazajutnom. Bár, szóval, meghalt a ló. Nem jött fel a víz alól. De legalább itthon vagyok, és van cuccom. Hát nem tudom kié volt, de bocsi, akinek megöltem a lovát, helyette csináltam nektek kettő másikat. Az egyik lesz az enyém természetesen. Miután majd elköltöztem. Miután mindenki elköltözött, és lesz saját hazája. Na hát akkor ennyi lett volna ez a rész. Remélem nem húzódott sokáig, bár elég sokat vágtam, de attól független nekem több óránál eltartott ez a videó elkészítése. Na hát egy résznek szerintem ez tökéletesen megfelel. Én Sim voltam, a többiek is itt búcsúznak. Nem tudom, mit csinál közben. Itt valami parkán csinál. Na, köszönjetek! Köszönjetek!
Majdnem így gondoltam, kedves Steve. Hát ha nem köszönnek, én köszönök. Sziasztok, gyerekek. Buh.